A rossz időben fokozottan oda kell figyelnie a volán mögött ülőknek, hiszen egy szempillantás alatt megtörténhet a baj. Gult Csaba, a turbóautós iskola tulajdonosa elmondta, hogy talán az egyik legfontosabb a megfelelő abroncs. A féktávolság ugyanis nem azonos, a csúszós úton egy 4 mm profilmélységű téligumival felszerelt autó már 20%-kal rövidebb fékúton áll meg a nyárihoz képest. Hála Istennek nincs hó, de nagyon sok helyen találkozhatunk még olyannal, hogy a fák, a falevelek leestek, lepotyogtak a fáról, a nedveseség hatására ezek egy nyálkás taknyossá teszik az utat, mert itt is csúszás veszély jöhet létre. Illetve a mezőgazdasági gépek felhordhatják az útra a földet, a sáros úttesten pedig szintén lényegesen megnő a csúszás veszély. Fokozottan kell figyelni még az ablaktörlők állapotára, és arra, hogy legyen elegendő ablakmosó folyadék is. Világító jelző berendezéseket normális állapotba kell hozni. Nagyon sokan abban a hibába esnek, hogy ebbe a párás idő, borult időszakba nem kapcsolják fel a világításokat, nappali menetfények közlekednek. Ez előrefelé csodásan látható, de aki hátulról követi az autót, az nem biztos, hogy észre fogja venni. A szakember hozzátette, hogy egy kutatás szerint a fehér autók okozzák a legtöbb balesetet, amíg a piros színűek a legkevesebbet. Ugyanis a ködös esős időszakban sokkal nehezebb észrevenni egy hátsó világítás nélkül nappali fénnyel közlekedő világos kocsit.